csak az újborról, illetve a minapunk újbor ünnepet zátonyra sodró esőről szólt a hétvége Nemesnád udvaron. Több évnyi előkészület, még több év álmodozás után pénteken hivatalosan is átadták a település tájházát. Szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a tájházunk ünnepés megnyitóján. Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete. Hundertwasser idézetével is biztatták magukat, illetve másokat a Nemesnád udvar ifjúsági táncegyesület tagjai. Szükség is volt a motivációra, hiszen többször is Zsákutcába érni látszott az a nagy álom, hogy legyen német nemzetiségi tájház Nemesnád udvaron. A tájház története tulajdonképpen 2021-ben kezdődött. Az azt megelőző esztendő sikertelensége után ekkor a Magyar Falu Program falusi civil alaptámogatását elnyerte a Nemesnád udvar ifjúsági táncegyesület. Majd a miniszterelnökség kiírásán is nyert támogatást, így a szervezet megvásárolhatta az egykori íjas házat. Minden egyes darabnak saját története van, és megbecsülésre méltó. Összefogással semmi sem lehetetlen, ezt is gyakran mondogatták a tájház alapítók, különösen sokszor bíztatott ezzel Knollné Bakonyi Andrea, az egyesület elnöke. És a számtalanszor elkoptatott mondás újra megtelt igazságtartalommal, sorra jöttek a felajánlások, 42 magánszemély több mint 1500 tárgyat juttatott el az akkor még felújítás alatt álló tájháznak. Sokan az adójuk 1%-át ajánlották fel a táncegyesületnek, sokan kétkezi munkával, festéssel, kertrendezéssel, takarítással, fűnyírással, a kiállítási tárgyak szállításával segítették a nagy tervet, természetesen mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Középiskolások kötelező önkéntes munkaóráikkal járultak hozzá ahhoz, hogy szeptember 22-én meg lehetett tartani a megnyitót. Köszönöm a családunknak, hogy mindenhol segítettek, ahol tudtak, és elnézték, hogy sokszor erre a projektre kellett több időszak. A tájház, az ősök háza áll, be is van rendezve. Most már csak vigyázni kell rá. A közösség, amely nélkül most nem lenne miről beszélni, új feladatot vett a vállára. Gondoznia, óvnia és lehetőségei szerint gyarapítania kell a közös gyűjteményt, a közös kincset.